Fiúk, lányok, itt Gaba VR, és ez pedig Magyarország első 360 fokos kérdezfelelek adása, amelyben igyekszem válaszolni a leggyakoribb felmerülő kérdésekre ebben a témában. Pár pillanat, és kezdünk is! Hi guys, it's nice to see you again! Today this is a special questions and answers episode about 360 photography and videography. I will reply some very basic comments I've got on YouTube, and I've got all of them from Hungary, so this time I will speak Hungarian. But if you want to learn something, please turn on the English subtitles, and let's jump into it! Első körben kezdjük az alapokkal, mert talán, ha ezeket sikerül tisztázni, más téren is közelebb kerülünk majd a megoldáshoz. Szóval, mik is ezek a 360 fokos fotók és videók? Még az iskolából tudjuk, hogy a kört alapvetően 360 fokra osztjuk, amin belül 90 fok egy negyedfordulat, 180 a fél és 360 a teljes. Tehát ez arra utal, hogy teljesen körbe tudunk fordulni, teljesen körbe tudunk nézni egy térben. A dolog csak ott sántít egy kicsit, hogy itt valójában tényleg nem síkról, hanem egy térről beszélünk, tehát nem csak körbe, hanem le és fel is tudunk nézni, és persze bármilyen köztes irányba. Ennek a technikai háttere és a gömbpanoráma alapkoncepciója nem egy új keletű dolog, egy nagy látószögű objektívvel felszerelt hagyományos géppel és egy panoráma fejjel is lőhetünk ilyen képeket. Persze némi plusz utómunkát igényel ilyenkor a dolog. A nagy áttörés azonban ott jelentkezett, amikor a cégek elkezdtek több objektívet pakolni egyetlen egy gépbe, így egy kattintással elérhetővé vált a panoráma kép. Hogy ez miért jó? Hát például azért, mert a korábbi verzióból egy nagyon fontos dolog hiányzott, ami szerintem a fényképészet egyik alapja, a pillanat megörökítésének lehetősége. Mire ugye a 6 kamerával körbefotóztál egy teret, a pillanat már rég elillant. Nem lehetett 360 fokos pillanatképeket csinálni, elkapni egy-egy megismételhetetlen momentumot. Szóval egyértelművé vált, hogy itt egyszerre több, minimum 2 kamerára van szükség, amik jobb esetben egy kameraházba vannak felszerelve. És hát szinkronban működnek. A videózásnál volt egy nagyon népszerű irány, amikor ez a szinkronizáció utólag történt meg. Pár éve még az ehhez hasonló akciókamerarigekkel lehetett játszadozni, de még ez a 2 kamerás rig is ezen az elven működik. Gyakorlatilag ez 2 független kamera, amiknek a felvételeit utólag kell összeszinkronizálni és összeilleszteni. Na de a legtöbb verziónál ma már egybe van építve a 2 vagy több kamera, és így mind fotózni, mind filmezni azért sokkal kényelmesebb velük. De hogy hogyan néz ki egy ilyen kép a gyakorlatban? Ha összeillesztjük a 2 vagy több objektív képét, mindig egy ilyen panoráma képet vagy panoráma videót kapunk. Ennek jó nagy felbontása van, videó esetében minimum 5,7K vagy akár 8K és 11K körül. A legkisebb használható felbontás itt 4K, de leginkább az 5K feletti méret az ajánlatos. Amikor ezeket a felvételeket 360 fokban nézzük vissza, akkor azonban ez a hatalmas felbontás már kevésbé érvényesül. Ugyanis belenagyítva mindig a videó egy adott darabját látjuk csak. Értelemszerűen egy Full HD monitor esetén még 5,7K-s videónál is sokkal kevesebb pixelt látunk, mint egy hagyományos HD videónál. És ezzel el is érkeztünk a következő kicsit furcsább kérdésig, amit szintén kaptam már, nevezetesen, hogy miért ilyen szar a képminőség. Nos, a válasz egyrészt az előbbi dolgokban rejlik, tehát hogy egy 360 fokos videót sosem szabad, nem is lehet összehasonlítani a hagyományos videókkal ilyen szempontból. Teljesen más műfaj, és előreláthatóak, csak jó sokára érjük el azt, hogy egy 15K méret feletti videónál, abba belezoomolva Full HD-nak megfelelő módon lássunk minden apró részletet. Azonban van egy másik probléma is. Ugye, ahogy említettem, itt minimum 5,7K méretű videóról van szó, amit sok hétköznapi célú számítógép még nem tud kezelni. Gyakorlatilag akadozik, vagy lefagy a gépet, ha megpróbálod ezen a felbontáson lejátszani. Így lehet, hogy vagy a gépet teljesítménye, vagy az alacsony internetsebesség miatt a YouTube automatikusan egy kisebb felbontásban nyitja meg neked, ami viszont egy rossz minőséghez vezet. Ugyanis amiatt, hogy mindig csak a teljes kép egy részletét látod, 4K-s lejátszási méret alatt ez a formátum nem annyira élvezhető, akárhogy is lett felvéve. De épp itt láthatod az egyik legutóbbi videómat. Természetesen most nem tudsz belenyúlni, de normál esetben nagyjából ilyennek kéne látnod akkor is, ha a 360 fokos verziót nézed belőle. A YouTube is körülbelül ennyire zoomol bele, és ezeket a kameramozgásokat akkor te magad tudod manuálisan irányítani. Ha nálad nem így néz ki, akkor ahogy mondani szokás, valahol a készülékedben van a hiba. Szóval, ha azt látod, hogy ennél rosszabb a képminőség, próbáld manuálisan a legnagyobb felbontásra állítani a lejátszást. A YouTube, mint minden videónak, a 360-as videónak is alapból lerontja kicsit a minőségét, de ahhoz képest így már elfogadható képet kellene kapnod. A másik megoldás, hogy nézd telefonon vagy táblagépen.
Egyrészt sokkal jobb a videó kezelhetősége, mintha egérrel nyúlkálnál benne, másrészt a korszerű okos eszközök sokkal jobban kezelik a nagy felbontású videókat. Így aztán akadozásmentesen a legnagyobb felbontásban nézheted őket. Ráadásul a nagyobb pixelsűrűségű kijelzőkön sokkal élesebb lesz a kép, mint hogyha egy sima asztali monitoron néznéd. Viszont sajnos addig, amíg a technológia nem tartott, hogy az internetsebesség és az átlagos számítógépek teljesítménye lehetővé tegye a 10-12K-s videók lejátszását teljesen hétköznapi körülmények között, ez a probléma mindig ott lesz, hiszen kisebb felbontásban nézve mindig azt látod majd, hogy egy 360 fokos videó rosszabb, mint egy hagyományos, ha csak nem tudod ténylegesen teljes felbontásban nézni őket, ha máshogy nem, hát mondjuk okos eszközök segítségével. Úgyhogy erről ennyit. Viszont egy újabb, főleg a tartalomra irányuló vicces kérdéssel is többször találkoztam. Ráadásul a kommentelőkre jellemző olykor kicsit agresszívebb, kioktatóbb stílusban. Nevezetesen, hogy milyen egoista vagyok, hogy végig csak magamat mutogatom a filmekben. Vagy hogy nagyon érdekes a téma vagy a helyszín, amit éppen bemutatok, csak jó lenne kicsit többet látni belőle, mondjuk rajtam kívül. Szóval miért mindig csak én látszom? Nos, ez tipikusan az az eset, amikor valaki, aki soha nem látott még 360 fokos videót, elindítja, hátradől, és úgy nézi végig, mint egy hagyományos filmet. És valóban azért, hogy ne zavarjam össze a nézőket, általában kijelölök pár fő irányt a videóban. Például, hogyha olyan a téma, hogy a bevezetőnél a kamerába beszélek, mint most, akkor ha a későbbiekben is szerepelek a filmben, valószínűleg mindig ugyanott bukkanok majd fel a virtuális térben. Sőt, lehet, hogy minden jelenetben ott vagyok. Tehát ha valaki így nézi végig a filmet, előfordulhat, hogy végig csak engem lát, hogy ott állok, mászkálok, beszélek, de a környezetből nyilván már jóval kevesebb látszik. Ahhoz el kéne fordítani a képet. Ez egy ilyen műfaj, ahelyett, hogy fölvennék egy talking head monológot, majd vágóképeket tennék be, ezzel a technikával megoldom így egyben. Beszélek, és közben mutatom, hogy mi merre van, lehet szabadon nézelődni, engem is lehet nézni, de nem muszáj, én csak az idegenvezető vagyok. Szóval gondoltam, hogy ezennel tisztázok néhány dolgot, azok alapján, a visszajelzések alapján, amiket kapni szoktam. Ezen kívül persze más, éppen aktuális kérdésben folyamatosan igyekszem válaszolni itt a YouTube-on a videók alatt, de többnyire ezek azok a kérdések, amik igazából nem nagyon tartoznak soha a tárgyhoz. Nem az egyes úti filmekhez kapcsolódnak, és nem is az oktatóanyagokhoz, a technikákhoz. Szóval ezért is gondoltam, hogy kiemelőm őket így külön. De ha bármilyen gondolatot ébresztett benned a dolog, persze bátran kommentelj, akár már most is, és beszéljünk róla. Illetve további 360 fokos tartalmakért és oktatóanyagokért iratkozz fel a csatornámra, és akkor biztosan találkozunk legközelebb is.